de hát nem sikerült neki. Aztán később igen, 2 évet kellett még várni. Az olaszok után oroszok, Yuko Kawaguchi és Alexander Smirnov. Ők szereztek ezüstérmet párosban. És ahogy említettük, a hazai bajnokságban ők voltak az elsők. Geri Mór zenéjére korcsolyáznak. Döbbenetes, hogy mennyire hajlékony Yuko Kawaguchi, és ezt maximálisan ki is használják. Nem csak itt a gálán, hanem természetesen a verseny során is többször láthattuk ezt tőlük.
tulajdonképpen erre építették a kürjüket is, a rövid programjukat is. Amit mindenféleképpen el kell mondani róluk az az, hogy ők voltak az elsők, akik be tudtak mutatni 4 fordulatos dobott szalhót, és ezt most itt is láthattuk a rövid korcsolyázásukban, a rövid programban. És sikerült is nekik tökéletesen. Apró pici megingással ugyan, de azért végülis az fantasztikus teljesítmény. Ennek ellenére nem sikerült az első helyen végezni, de hát ugye nem csak ebből áll a páros műkorcsolyázás. Yuko Kawaguchi egyébként egyéni műkorcsolyázó volt, Alexander Smirnovnak pedig volt korábbi partnere, akivel együtt korcsolyázott.